100 000-rel nőtt a szegények száma egy év alatt, ez derül ki az Eurostat jelentéséből. Így Magyarországon már minden harmadik ember szegénységben vagy kirekesztettségben, sőt, akár egyszerre mindkettőben él. Az adatokat szeptemberben a Központi Statisztikai Hivatal szokta nyilvánosságra hozni, ám most ezt elhalasztották. Az MSZP szerint azért, mert a választások előtt kínosak lettek volna az adatok a kormánynak, a rezsibiztos szerint viszont a számok nem is valósak. Koszorúkat szoktam készíteni, és 150 forintjával adnám darabját, de senkinek nem kell. Cipő nélküli gyerekek, düledező házak, apró fával tüzelő családok. A szegénység arcai, melyekkel forgatásaink során találkoztunk az elmúlt években. Hogy hányan élhetnek így, arról a KSH ad ki minden évben adatokat. Idén szeptemberben viszont ezt elhalasztották novemberre. Három kis elemzést összevontunk, és egy nagyobb átfogó elemzést fogunk közölni a fogyasztásról, a jövedelmekről és a szegénységről és kirekesztettségről. Az Eurostat, vagyis az Unió Statisztikai Hivatala viszont már közölte az előzetes adatokat. Ebből kiderül, egy év alatt 100 000-rel nőtt a szegénységben és kirekesztettségben élők száma Magyarországon. Ráadásul a válság kitörése óta folyamatosan romlott a helyzet. 2008-ban 2,8 millióan, 2013-ban viszont már 3,3 millióan éltek szegénységben. A magyarok harmadának 65 ezer forint havi bevétele sincs. Még nálunk tavaly is romlott a helyzet, addig a régió országaiban nem, ráadásul le is maradtunk. A visegrádi országokban nálunk a legmagasabb a szegények aránya. Nézze, én nem ezt a statisztikai sort ismerem. Így reagált a Fidesz képviselője, amikor szembesítettük a számokkal. Ráadásul annak ellenére, hogy ő maga is hivatkozott a rezsicsökkentésről szóló sajtótájékoztatóján az Unió Statisztikai Hivatalának számaira, most kétségbe vonta az Eurostat adatait. És ezek a számok egyértelműen azt mutatják, hogy egy év alatt 100 000-en nőtt. Tessék megkérdezni az Eurostatot, hogy ezt honnan szedte. Én szerintem ez nem valós, tehát én itt élek ebben a világban, és abszolút nem valós számokról beszélünk. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül, hogy az Eurostat egy héttel a választások előtt besegít egy kicsit a baloldalnak. Az Eurostat Magyarországtól, a KSH-tól kapja az adatokat. Ezt üzente Németh Szilárdnak az MSZP képviselője, aki szerint nem technikai okok miatt halasztotta a jelentését a KSH. Mi inkább arra gyanakszunk, hogy az önkormányzati választás előtt túlságosan kellemetlen lenne a kormánynak, az Orbán kormánynak azzal szembesülnie és szembesítenie a lakosságot, hogy Magyarország gyorsuló ütemben csúszik lefelé a szegénység lejtőjén. A KSH felügyelete is Lázár János alá tartozik. Ez mindent megmagyaráz. Kerestük a KSH-t is, ám ma nem értünk el senkit a hivatalban.